Március 7-én jó estét kívánok! Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják, amelyben összefoglaljuk az önök számára az elmúlt hét eseményeit. Egy héttel ezelőtt hétfőn számoltunk be arról, hogy a Tatai Tekerker BT világszínvonalú versenykerékpárokhoz használt karbonkerekeket fejlesztett ki. Az utolsó töltényik címmel a II. Világháború befejezésének 70. évfordulójára rendezett vándorkiállítás megnyílt a várban. Továbbá az idei szezont sikeresen zárta a Tatai Jégsátor. A város hosszú távú sportkoncepciójáról tárgyaltak szakemberek és természetesen a városi képviselőtestület tagjai sportfórumon kedden. A Vaszali János Általános Iskola pedig az elmúlt héten suliváró programjában mese délutánt, illetve ovi olimpiát is rendezett. Idén 10 esztendős a Tatai Narancsbike kerékpár üzlet, és éppen 3 esztendeje, hogy tulajdonosa a Tekerker BT vezetője, belekezdett komoly versenyekre alkalmas minőségi kerék fejlesztésébe. Az eredmény, hogy a legszigorúbb teszteken is világszínvonalúnak nyilvánították a Mr. Wheel márkájú kerekek T500-as változatát. Ez egy nagyon jó minőségű, kompozit karbon technológiával előállított felni. Tulajdonképpen a belső felület az egy szén alapú karbon, a külső fékfelülete pedig egy bazalt alapú karbon. Az agy az egy 6000-es, illetve 7000-es sorozatú alumíniumból előállított szerkezet, a külői pedig egy nagyon jó minőségű acélkülők. Mitől olyan jó ez? Ha gyorsan meg akarnám válaszolni a kérdést, akkor azt mondanám, hogy egy nagyon jó anyag megválasztáson és egy nagyon jó megmunkáláson múló szerkezet, de persze ez annyira nem egyszerű. Sok mindentől függ ez, hogy milyen feszességgel húzzuk meg a küllőket, hogy állítjuk elő ezeket az alkatrészeket, hogyan munkáljuk meg ezeket az alkatrészeket. Ezek egy nagyon könnyű kerekek, és nagyon nagy szilárdságú, tehát nagyon nagy teherbírást tudnak elviselni mindenféle tekintetben, tehát akár egy felütésvédelem esetén, illetve amikor a versenyzők egy ilyen oldalirányú csavarás hatására, tehát amikor akár sprintelnek, vagy a hegyen mennek fölfelé, ezeknek is nagyon masszívan ellenállnak. A kereket a Tatai Manufaktúrában álmodták meg, és a szponzorált csapatok versenytapasztalatain keresztül tökéletesítették. Gyártani azonban nem Tatán gyártják. Sajnos nem. Sajnos Magyarországon nem vagyunk képesek ezeknek a technológiáknak, illetve alkatrészeknek az előállítására. Az abroncsot Távol-Keleten, illetve az agyat is Távol-Keleten gyártatjuk le, a küllőt pedig, illetve a küllőanyát Belgiumban. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség engedélyével így egyenesnek látszik az út a legnagyobb világversenyek felé, a Giro d'Italia, a Tour de France, a Vuelta España felé. Nem, ez ennyire azért nem egyszerű. Ugye ez egy lépcsőfoka tulajdonképpen ez a minősítés annak, hogy ezek a kerekek alkalmasak arra, hogy guruljanak ugye a legnagyobb versenyeken, de ugye a pénzügyi segítség is szükséges ahhoz, hogy tehát ezeknél a nagy csapatoknál bekerülhessenek a verseny vérkeringésébe tulajdonképpen, hogy a legnagyobb versenyeken lehessen használni őket, illetve hát ugye lehetőségünk szerint van még egy másik szám az országúti versenyzés mellett, betét versenyszámként ugye használják az időfutam versenyszámot, amihez külön kerekeket használnak, amik ehhez hasonlítanak, de más műszaki paraméterekkel bírnak, szükséges nemzetközi teszt ismét. Felcsút után most Tatán is megnézhetik a látogatók a II. Világháború befejezésének 70. évfordulójára rendezett az utolsó töltényik című vándorkiállítást, amely a muzeológia eszközeivel próbál méltó emléket állítani a hősöknek, a magyar katonáknak és a polgári áldozatoknak. A kiállítás középpontjában az első honvédlovas, illetve 1944. október 2-ától huszárhadosztály lengyelországi, Dunatisza közi, végül pedig 1945 telén a Vértesben vívott harca áll. A magyar csapatok a Vértes hegységben elkeseredett küzdelem árán próbálták feltartóztatni a sokszoros túlerőben lévő oroszokat. A hadműveleteket a méteres hó és a dermesztő hideg is nehezítette. A hevenyészet lövészárkokban, bunkerekben rekedt embertömeg hónapokig, az utolsó emberig és utolsó töltényig kitartott. Az utolsó töltényünk olyan kétféleképpen értelmezhető. Az egyik értelmezése az, amit a huszárok is követtek, és amit Benne János igazgató úr
elmondásából és előadásából is hallhattak, hogy az utolsó töltényig harcolunk az ellenség ellen. Leleményesen, huszárszellemben, ahogyan tudunk, utolsó töltényig küzdünk. A másik értelmezés az utolsó tölténynek az viszont az volt, hogy meghagyja az ember saját magának. A kiállítás címéjű huszárnapló idézetet választottunk. A huszárok 70 évvel ezelőtti sorait próbáltuk beemelni, és ebben volt egy olyan szövegrész, amelyből az derült ki, hogy az utolsó emberig, az utolsó töltényig védték a magyar hazát, és ezt a területet a Vértesben, ahol aztán a végén felmorzsolódott a huszárhadosztály. Kronológiai sorrendben jeleníti meg a kiállítás 8-10 kiállítási egységben a huszárhadosztály történetét a megalakulástól egészen a megadásig, a fegyverletételig és a sírig. Azt gondoljuk, hogy a kiállítás első számú célja az emlékezés, emlékeztetés, és nyilván ezt az iskolákban nem tanítják, ezt a korszakot nagyon hamar ugorják át. Egyik célunk ez volt, hogy az ifjúságot neveljük, és ennek az is része, egy múzeumpedagógiai foglalkozás kapcsolódik a kiállításhoz. Osztályok jönnek ide, és itt kihelyezett történelmi órákat fogunk tartani, ahol a kiállítási tárgyakat kézbe lehet majd fogni, meg lehet nézni egy sisak súlyát, vagy egy fegyver súlyát, és nagyon sok olyan dolog kapcsolódik majd ehhez a kiállításhoz. Terveink között szerepel egy emlékpark kialakítása a Vértesben, ahol a korabeli lövészárok rendszert állítjuk helyre, és ott is működhet majd múzeumpedagógia, tehát be tudnak menni nagyapáik vagy apáik lövészárkaiba, hogy érezzék át, hogy milyen volt a fronton. Közeledik a tavasz, így a sikeres szezon után búcsúzik egy időre a tatai jégpálya. A szervezők szombaton délután a Városkapu jégsátorban szerveztek jégbúcsúztató programot. A jégpálya kihasználtsága nagyon jó volt a szezonban. Nagy öröm volt a tatai fiataloknak, idősebbeknek is a fedett jégpályánk. Egy ilyen kicsi város nem tud nagy lélegzetű, ilyen jellegű létesítményt létrehozni, hiszen nagyon drága ennek a jégpályának a megépítése, üzemeltetése. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy egy ilyen méretű pálya az mindenképpen viszont szükséges a városba, hiszen mi nálunk Tatán mindenkinél van otthon korcsolya, rengeteg a jégfelület, ha nagy hideg van, de ahogy az idei esztendőben is láttuk, nem volt nagy hideg, minimálisan néhány napra volt csak jég a tavakon, tehát megint igazoltuk azt, hogy bizony erre a jégpályára nagyon nagy szükség volt. Délelőttönként általában 150-200 gyermek korcsolyázott a Kőkúti iskola melletti sátorban a testnevelési órák keretében. Minden este volt amatőr jégkorongozási lehetőség a felnőtteknek, de a délutánokon és hétvégéken is folyamatos volt az érdeklődés a pálya iránt. A délelőtti testnevelési órákon azt gondolom, hogy teljes kihasználtsággal működött a pálya. Aki délután akart korizni a tataiak közül, vagy nagyon messzire a kistérségből is jöttek emberek, azok tudtak korizni. A magamfajta elvetemült hoki bolondok esténként össze tudtak jönni, baráti társaságok tudtak jégkorongozni, és hát, mint említettem, most már hivatalosan is bejelenthetem, hogy a Tatai Hódisport Egyesület keretén belül alakult egy jégkorong szakosztály, aminek az a neve, hogy Tatai Hódok. Jövőre is be fog szállni a város, és támogatni fogja a jégpályát elsősorban, és az, hogy a gyerekek korcsolyázzanak, mert hogy erről szólt ez az idei idény. De hozzá kell tennem, hogy ez a jégkorong csapat azért is jött létre, hogy ez a pálya finanszírozhatóbb legyen, és ez a csapat finanszírozható. Itt látszik a sok kicsi gyerek, hogy itt fölöltözve mindenféle felszerelésbe, ezek nagyon sok pénzbe kerülnek. Ezeket a Magyar Jégkorong Szövetségtől kaptuk részben, és nem titok, hogy szeretnénk társasági adó forrásból származó pályázati pénzt is bevonni a jövő évben, ami azt jelenti, hogy a pálya működése kedvezőbb tud lenni. A jeges programok kedvelőinek nem kell aggódni, hiszen a tervek szerint néhány hónap múlva ismét lesz jégpálya. A város hosszú távú sportkoncepciójának megbeszélésére hívták össze a tatai sportegyesületek vezetőit, a sporttal foglalkozó civil szervezetek képviselőit ma délutánra a polgármesteri hivatalba. A koncepció az 2016-2019-re szól, azzal a megjegyzéssel, hogy minden évben fölül kellene vizsgálni, minden évre intézkedési tervet kell hozzá készíteni, és a közgyűlésnek pedig minden évben számon kell kérni azon, akin ezt számon lehet kérni, hogy mi valósult meg abban, ami le van írva. Vannak benne konkrétumok is, de egyelőre
hiszen a koncepció ugye ezt akarja, hogy általánosságban adjuk meg azt az irányt, hogy merre akar haladni Tata sportja. Általános iskolásoknál körülbelül 60%-a rendesen igazolt versenyző, középiskolásoknál ez körülbelül 10%-ra esik vissza. Tehát igazából ott van nagy munkánk abban, hogy ez a 10% ez több legyen. Ugye körülbelül egy olyan 5-600-an szoktak itt-ott futni, ezen a maratonon. Tehát úgy gondolom, egy olyan 6-700 ember az, aki mondjuk úgy általában sportol itt a városban. A sportkoncepció különös hangsúlyt fektet arra, hogy minél fiatalabb korban megszerettesse a mozgást a gyerekekkel, kialakítson egy olyan igényt, ami felnőttként is jelentkezik majd folyamatosan a hétköznapokban. Vezér gondolatunk az nem változott, annak pedig úgy hangzik a megfogalmazása, hogy tatai gyerekek közül mindenki sportoljon, vagy valamilyen művészetet tanuljon, a legjobb az, ha mind a kettőt teszi. Szükség van infrastruktúrális háttérre, szükség van egyesületekre, szükség van az iskolák testnevelő tanáraira, és szükség van a civil szerveződésre, olyanokra, akik hajlandóak ehhez a humán részét, a szervezési részét megcsinálni. Egy nagy-nagy közösségi összefogásra van szükség ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy minden tatai gyerek sportol valamit, de a fő cél természetesen az, hogy ne csak a gyerekek, hanem a felnőttek is, természetesen lehető legszélesebb korosztály mindenki tegyen valamit, valami mozgást az életébe gyógyszerszedés helyett. 30 körüli azoknak az egyesületeknek a száma, akik tatán sporttal foglalkoznak, vagy sporttal is foglalkoznak, azért ez egy 24 ezeres városban több mint 30 ilyen szervezet van, az egy komoly civil bázist jelent. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy nagyon aktív civil szerveződés van a sport köré tatán. Vannak kiemelkedő egyesületek, ugye amelyikek a legtöbb sportolót foglalkoztatják, ha szabad így fogalmazni, amelyik a legnagyobb költségvetéssel működnek. Vannak egészen kicsik is, akik teljes amatőr hozzáállással, ami nem a színvonalat és a szervezést jelenti, hanem nem profi sportolók, hanem amatőr módon szervezve az életüket egészítik ki Tata sport életét. A sportkoncepció feladatszintű lebontásában jelentkezik majd pontosan az elvárások és a támogatások rendszere. Izgalom, játékos küzdelem hangulata töltötte be a Vaszari János Általános Iskola tornacsarnokát, amikor is a leendő elsősök vették birtokukba. Ezt az Ovi olimpiát azért rendezzük meg, hogy egy kicsit az óvodásokat ide csábítsuk az iskolánkba. Egy jó kis programot szerveztünk nekik, hogy megismerkedhessenek a tanítónénikkel, az iskolával, a tornatermünkkel és tulajdonképpen a programjainkkal is. Minden óvodát megkerestünk, plakátokkal, szórólapokkal kerestük meg a szülőket, de természetesen ugye az óvónénik is segítettek nekünk abban, hogy hirdették ezt az eseményt. Szülőket vártunk gyerekekkel, mert miközben a gyerekek egy kicsit sportolnak, a szülők egy kicsit beszélgetni tudnak a tanítónénikkel, az iskola vezetéssel. Hát a gyerekeknek figyeljük a mozgását elsősorban, ugye az iskola érettségnek az egyik ismérve tulajdonképpen, hogy milyen összerendezett a gyerekek mozgása, és hát a szülőkkel való beszélgetés meg inkább már ismerkedés tulajdonképpen, hogy milyenek a szülők, milyen igényeik vannak, azokról már ők nyilatkoznak. A Vaszari iskola 3 első osztályt szeretne indítani a 2016-17-es tanévben is. Reményeink szerint azért a 3 osztályunkat fel tudjuk tölteni, tehát egy olyan 70-75 főre számítunk, de hát most idén kevesebb a gyermek, akik óvodából iskolába jönnek, tehát nem valószínű, hogy 25 fős osztályaink lesznek. A sportrendezvényen természetesen a leendő elsős tanítónénik is jelen voltak. Nehezen fogok megválni ezektől a negyedikes gyerekektől, de mindig nagy kíváncsiság és öröm tölt el, hogy milyen lesz a leendő első osztály. Negyedikre nagyon jól összeszokunk a gyerekekkel, nagyon sok versenyen veszünk részt, egy igazi közösség alakult ki. Lehetőség van ilyenkor a szülőkkel is ismerkedni, kérdéseikre válaszolunk. Én az olyan gyerekeknek örülök, akik vidámak, mozgékonyak, nem ülnek meg a sarokban, és kíváncsiak. Ingyenes interaktív előadásokkal várja a tatai családokat a Kána családi kör Tatán márciusban is. Nyári szabadidős programokról, nyári táborokról tartott tájékoztatót pedagógusoknak, szülőknek az ökoturisztikai központban a Városkapu ZRT.
Vakolat darabok potyogtak le az elmúlt héten a nagy templomról, éppen ezért már megérett a templom a teljes felújításra, erről hoztunk egy rövid tudósítást. A Városházán bemutatták az Art Limes folyóiratnak azt a tavalyi legutolsó számát, a most megjelent legutolsó számát, amely két kötetben a tatai képzőművészek munkásságával foglalkozik. Nagy adózókat köszöntött a Tataváros polgármestere a hagyományoknak megfelelően pénteken. Megtartották az Zrínyi és Gordius matematika verseny eredményhirdetését, a megyei fordulót mindig a Kőkuti Általános Iskola rendezi, illetve hoztunk egy hírt arról, hogy 20-án nagyszabású szabadtéri produkcióra készülnek virágvasárnapon a Pötörke és a Kenderke együttes táncosai. A 21. század társadalma szinte teljesen bezárkózott a virtuális világba. Mégis jó, ha mindenki tartozik valamilyen közösséghez, ahol kibeszélheti magából a gondjait, megoszthatja örömeit. Erre ad lehetőséget a háztűzőrző nők és anyák egyesületének egy új programja, a Kána, ahol nem csak az anyukák, hanem a gyerekek is közösségben lehetnek. A Kána családi kör, a Kána az egy rövidítés, a kismama, áldott állapot nő és anya. Azért adtam ezt a nevet az egész programunknak, mert ezzel így egy egységet alkot az egész életünk így nőként is, hogy milyen szerepeket tölt be, és meg szeretnénk szólítani nagyon széles réteget ezáltal, úgyhogy nem csak kismamák jöhetnek ide, meg anyukák, hanem a nagymamák is, meg fiatal lányok, akik tervezik a családot, és várandóságtól kezdve egészen, miután megszületett a baba, utána is jöhetnek, és mindenféle témában tartunk előadást, és ezek mind ingyenesek. Az anyukákat nehéz kimozdítani otthonról, ezért az egyesületnél próbálnak olyan ingyenes programokat szervezni, amely hasznos időtöltést jelenthet számukra. A mai napon a környezetbarát tisztítószerekről és a biokozmetikumokról fogunk beszélgetni a kismamákkal, akik előszeretettel használnak ilyen termékeket, mert ebben az időszakban mindenki nagyon érzékeny és nagyon félti a babáját, önmagát is, a kismamaság alatt is figyelnek arra, hogy miket használnak, úgyhogy ez lesz a mai nap programja. Két hét múlva Kocsi Zsuzsanna fog lejönni Budapestről, aki a születés bölcsességéről fog beszélni, és ő nagyon mélyen érintette őt a saját szülése, és ennek a feldolgozását végezte ő el, vagy csinálta ő végig. De szeretném megjegyezni, hogy áprilisban jön hozzánk Wagner Népsipos Katalin, aki 10 éve működünk, aki az első 5-6 évben volt állandó előadunk, nagyon örülök, hogy ismét el fog tudni hozzánk jönni. És Kriskó Zsuzsa, aki pedig a gyerekeknek a mozgását, gyakorlatilag minden olyan dolgot, ami egy kisbabával, újszülöttel, mozgásterápiailag elvégezhető fejlesztéseket, ezekről a dolgokról fog beszélni. Terhesen elkezdtünk járni Baba-Mama klubba, főleg azért, mert nemrég költöztünk ide, és hogy bő egy éve, és nem nagyon volt társaság, meg itt meg tudtam osztani a gondjaimat, bajaimat, illetve nem csak a negatívumokat, főleg a pozitívumokat. Hasznosnak tartom, mert társaság kovácsoló, tehát nagyon sok barátra találtam, és az a jó, hogy bárki bármilyen felfogású, tápszeres, anyateljes, kuc-kuc, de tényleg nincsenek ellentétek, és ez nagyon jó, hogy nincsenek ilyen, hogy kirekesztjük egymást, vagy valami, hanem így összefogunk, és nagyon jó kis barátságok alakultak. Érdemes figyelni tehát a Kána ingyenes programjait, hiszen az idei évben több neves szakember, pszichológus lesz a vendég, akik mindegyike izgalmas és hasznos előadással készül. Egynapos kirándulásokat, hosszabb táborozási lehetőségeket a nyára, valamint csapatépítő programokat ajánlottak a tatai intézményvezetők figyelmébe a Városkapu munkatársai. Amikor az első gondolat megszületett a rendezvény megszületéséhez, akkor úgy gondoltuk, hogy az intézményvezetőket szólítjuk meg elsősorban, hiszen ő rajtuk múlik. Nagyon sok esetben egy kirándulás, rajtuk múlik az ő csapatuk fejlődése, érése, és azt gondoljuk, hogy ki kell jönni néha az iskola falai közül, és meg kell mutatni más perspektívából is ezt a szépséges várost. Azt terveztük, hogy a fiatalokhoz, a gyerekekhez
a felnőttekhez, és természetesen majd a szépkorúakhoz is különböző programokat fogunk ajánlani, hogy pihenésükben, rekreációjukban meg tudják azt engedni maguknak, hogy az emberi életben a munka után fontossá váljon az is, hogy pihenjenek, kikapcsolódjanak, és újra erőre törve vissza tudjanak állni a hétköznapok világába. Még mindig nem túl régi az ökoturisztikai központunk, az új kajakház. Ahogy a nevében is benne van, még annyira új, hogy sokaknak kellene még megismerni itt a városban. Ugye elsősorban ez a turizmus kellene, hogy szolgálja, vagy kell, hogy szolgálja ez az épület, de mi Tatán mindent mindig úgy fogalmazunk, meg úgy készítünk, hogy elsősorban a tataiaké, elsősorban a tataiak használják, és aztán, ha egyébként az jó a turistáknak is, annak nagyon-nagyon örülünk. Így vagyunk az ökoturisztikai központtal, ahol a saját gyerekeink kajakoznak, eveznek, kenúznak, és így vagyunk azzal is, hogy a háznak a többi részét a tataiak használják a legtöbbet. Nagyon okos gondolatot fogalmazott meg vezérigazgató úr és munkatársai, hogy mi lenne, ha egy-egy ilyen találkozó keretében azokat a közösségeket meghívnánk ide az ökoturisztikai központba, akik esetleg nem is gondolják, hogy ide ők is szervezhetnek valamit, ezt ők is használhatnák a saját céljaikra, ezt az itt meglévő infrastruktúrát ők is bevonhatják a saját életükbe, és ezért nagyon jó ötletnek tartottam én is ezt a mai estét, és ezért jöttem el örömmel, hogy köszöntsem az itt megjelenő tataiakat, környékbelieket. A mai rendezvénnyel nem ért véget a sor, hiszen március 9-én pedagógus továbbképzést szerveznek, amelynek témája az új típusú mesterportfólió lesz. A templom térfelőli oldalán a homlokzati díszítő elem egy darabja levált. Szerencsére éjszaka történt a dolog, így nem veszélyeztetett senkit, amikor a fal darabja cirka 40 méter magasból a földre zuhant. Vasárnapról hétfőre virradó reggel 6 óra 10-kor jöttem erre gyalogosan, és akkor tapasztaltam, hogy a fűbe ilyen gyerekfej nagyságú törmellék vagy kövek voltak. És mikor oda mentem, megnéztem, akkor láttam, hogy ez nem törmellék, nem egy ilyen idegen zúzott kődarab, hanem egy ilyen templom homlokzatába lévő ilyen dísznek vagy egyébnek a törmelléke. Hát akkor tapasztaltam, hogy a támfalnak a fedkövére esett rá valami nagyobb méretű, ilyen 15-20 kilós nagyságrendű kő, ami ott szétrobbanva, itt terítette el a Felner Jakab szobor előtti térrészen. Ez már nem az első eset volt. 5 évvel ezelőtt a másik torony melletti faldarab vált le a templomról. Most a veszélyesnek tartott részt elkerítették, és dolgoznak az átmeneti és végső megoldáson, amit a teljes felújítás jelent majd. Az egyházmegye fele is jeleztük ezt az egészet. Ők küldtek két ipari alpinistát, akik a vészhelyzet elhárítása kapcsán intézkedtek. Tehát mind a két törnyöt körbe kopogtatják, a veszélyes részeket levelik. Annyira rossz a helyzet, hogy kitette az alpinista a lábát a tornyon kívülre, tehát a lábával, hogy rálépett a falszél, mert akkor az annyitól potyogott. Szóval nagyon megérett a felújításra ez a templom, tehát tisztában vagyunk az állapotával. És annyi, hogy a tervek előkészítése a felújítás kapcsán olyan 90%-os elkészültségben van már, és a győri egyházmegye főpásztor, a dr. Pápai Lajos mélyéspüspök, Tatabányos polgármestere Mihül József és Bencsik János országgyűlési képviselő támogatásával a közeljövőben várható ennek a templomnak a teljes felújítása, komoly kormányzati támogatással. Egy védőtető készül, a főbejárat az le lesz zárva a felújításig, és a bal torony alatti oldalsó bejáratból lehet majd bejönni a templomba, és oda készítünk a város segítséggel egy ilyen fa védőtetőzetet, ami biztosítja azt, hogy véletlen se senkire, még egy pici vakolat darab se potyogjon rá.
Ugye a lehulló vakolatrészek eltávolítása az az illetékes hatóságok beleegyezésével és jóváhagyásával készült, tehát mindenkivel egyeztettünk, mielőtt lépéseket tettünk. Kötelesek vagyunk a nagyobb darabokat megőrizni, hogy azok majd segítségünkre legyenek a helyreállításnál, hogy milyen formájú diszek, milyen kialakításúak, milyen anyagból vannak, de a kisebb fal törmelékeket azokat természetesen elszállíthatjuk. A nagyobb darabok most itt a plébánia udvarán kerülnek elhelyezésre. A két kötet hiánypótló, helytörténet és képzőművészet kategóriában is. Egyik szerkesztője, Véner Tibor művészettörténész gyakorlatilag 1971-től dolgozik azon, hogy áttekintést adhasson az elmúlt 300 esztendő tatai kötődésű képzőművészeinek munkásságáról. Én magam ezen 40 éve dolgozom. Amióta Tatára érkeztem 1971-be, én akkor elkezdtem ennek az anyagnak a gyűjtését, és ezt folyamatosan ma is gyűjtöm, de nem, itt nem egy ember munkájáról van szó, hanem egy szakember gárda, egy csapat dolgozott, óriási a jelentősége. Azt hiszem, hogy Tata művészetének történetében ez az első olyan összefoglalás, ami tulajdonképpen három évszázad, 18-19-20. Század Tata életében fontos szerepet játszott művészeknek a munkásságát összefoglalón bemutatja. Schweiger Antaltól tulajdonképpen napjainkig azoknak az alkotóknak a életműve, művészettörténeti összefoglalása és olvasható és látható képek formájában, akik nagyon erősen kötöttek Tatához, és akiknek hát ez egy szomorú határvonal, lezárult már az életművök. Nélkülözhetetlen alkotótársa volt a könyvek íróinak, szerkesztőinek a Kuni Domokos Múzeum szakembergárdája. Például Varga Edit fotós, akinek a könyvbéli kiváló fotóillusztrációk köszönhetők, és Kövesdi Mónika művészettörténész, a múzeum képzőművészeti gyűjteményének kezelője és a kötet több tanulmányának szerzője. Ez a kötet, a két kötet mintegy összefoglalja a városnak a művészettörténeti múltját, és nem olyan módon, hogy végigolvassuk kronológiai sorrendben, hanem találkozunk alkotókkal, be vannak szerkesztve a hozzá kapcsolódó fotók, a festményeknek a reprodukciói, és ilyen módon talán még izgalmasabb, mint egy olvasókönyv vagy egy antológia. A Tatai Múzeumnak nagyon szerencsés módon rendelkezésére áll most már egy tudatosan fölépített képzőművészeti gyűjtemény. Ugye festményt gyűjteni nem egyszerű dolog, és nem olcsó dolog. És az utóbbi évek gyűjtő tevékenységének köszönhetően az elődök, a Véner Tibor által megalapozott kutatás és gyűjtés kicsit látványosabb, hiszen olyan festményekkel gazdagodtunk, amik meg tudják mutatni, illusztrálni tudják azokat az életműveket, akár kisebb mesterről van szó, akár nagyobb, híresebb alkotóról van szó, azokat az életműveket, amik Tatához kötődnek. Az igényes kivitelezésű két kiadványt a Nemzeti Kulturális Alap és Tataváros Önkormányzata támogatta. Nagyon sokan nem is tudjuk, hogy mennyi művésze van a városnak, és valóságos művészei, tehát nem csak önmagukat művésznek kinevező alkotók, hanem az idő, a kritika, a piac, minden által megméretett nagyszerű művészeink vannak. Nagy-nagy köszönet érte mindannyiuknak, legyünk rá közösen nagyon büszkék. Az Ártlémez folyóirat tematikusan dolgozza fel Komárom-Esztergom megye művészeti hagyatékát, legyen a színház, irodalom vagy képzőművészet. A tatai képzőművészet értékei bele se fértek két kötetbe. Eredetileg csak egy számot terveztünk, mert az anyagi lehetőségek erre biztosítottak volna lehetőséget, de ebből kettő lett, sőt be kell vallanom, amit a nagy közönségnek nem is mondtam el, hogy ebből kihagytunk egy óriási nagy anyagot, mert tudtuk, hogy nem bírjuk már finanszírozni a keramikusokat. És így lett tulajdonképpen csak képzőművészek, és a keramikusok, össze volt gyűjtve az anyag, tehát megjelentethettük volna azt is, ha lett volna fedezet rá. 2008-ban indítottuk az első olyan számot, amely tulajdonképpen a Limesznek a külön számaként, művészeti külön számaként jelent meg. Ez évenként négy ilyen szám jelent meg, évenként egy-egy szám, és utána kezdtük rendes folyóiratként megjelentetni az Art Limest.
Ki hinné, hogy például hiánypótló a mű, akkor is, ha például Kerti Károly munkásságának feldolgozásáról van szó. Az édesapám művészete megérdemelne már egy komolyabb monográfiát, ahogy sok tatai művészről készült monográfia, az övé még várat magára, de ez egy valóban egy hiánypótló munka. Másik szempontból is örülök neki, mert a lányom is dolgozott ebben a kötetben, tehát ilyen szempontból is érintettek vagyunk. Egyébként is azt gondolom, hogy egy városnak talán az egyik legfontosabb dolga, hogy a művészeit, az alkotó embereit, azokat megbecsülje, számon tartsa, azokról megemlékezzen. Ahogy itt a bevezetőkben is elhangzott, egy várost ezt teszi várossá. Olyan sok rejtett érték van a városban, amiről még mindig nem tudunk. Minden ilyen alkalom, amikor egy kis szeletét ennek meg lehet mutatni, az mindig nagy öröm. Gondolom nem csak nekem, aki az édesapám révén érintett vagyok, hanem mindenkinek, aki majd ezt a könyvet kezébe veszi. A kiadványok iránt érdeklődni a polgármesteri hivatalban vagy a Móricz Zsigmond városi könyvtárban lehet. A város adóbevételének 20% a magánszemélyektől, 80% a cégektől, vállalkozásoktól folyik be a város kasszájába. A város vezetése kiegyensúlyozott jó kapcsolatot ápol a legnagyobb adózókkal, és a helyi munkahelyteremtésben számít rájuk. Alapvető feladatunk az, hogy a tatai munkahelyek számát folyamatosan növeljük. Még mindig 3800 ember naponta elutazik Tatáról máshova dolgozni, a cél az, hogy ők is hazakerülhessenek Tatára, ezért van még lehetőség bővülni. A tatai cégekkel való együttműködésünk legfontosabb része az, hogy itt Tatán fejlesztenek tovább, itt bővüljenek, itt erősödjenek, hogy minél több új munkahely jöhessen létre, és az ebben való együttműködés tekintve leginkább a nagy cégekre számítunk, de természetesen miután 3000 vállalkozás van Tatán bejegyezve, ha mindenki csak egy új munkahelyet hoz létre, az rögtön 3000 új munkahely Tatán, és az elmúlt esztendőkben ezt tapasztalhattuk, hiszen 2015-ben közel 500 új munkahely jött létre, a városunkban. Akik a legtöbb adót fizetik be a város költségvetésébe, és lehet azt mondani, hogy a kötelezettségüket teljesítik, természetesen, de azért azt is kell látni, hogy egy vállalkozónak a magánvagyonát nem feltétlenül vállalkozások létrehozására, munkahelyek fenntartására, működtetésére kell felhasználni, ilyen törvény sincs, viszont ezt teszi, kockázatot vállal, a kockázat profitot is biztosít számára, és ebből adót is fizet. Egy helyi közösség pedig ebből tartja el az intézményeit, ebből működteti a közműveit, és ebből jut azokra a fejlesztésekre is, amelyek nagyon fontosak ahhoz, hogy a városban élők, ez esetben a tataiak jól érezzék magukat, hiszen az Európai Uniós pályázatokhoz szükséges önrésznek az előteremtése az a helyi adóbefizetésekből valósul meg. Ez az utolsó olyan Európai Uniós pályázati ciklus, amelyben még jelentős pályázati források érhetők el, ezt követően sokkal szerényebb lehetőségeket fog az Európai Unió biztosítani a tagországok vállalkozásai számára is. Ebben az utolsó ciklusban pedig a támogatásra lehívható lehetőségek mértéke meglehetősen nagy. Igazából a tavalyi év végén indult be a 2014-20-as uniós programozási időszak hazánkban. Most már több mint 160 pályázati felhívásunk jelent meg, közel 4600 milliárd forint értékben. De ahhoz, hogy a teljes lehívást elérjük majd 2020-ban, ahhoz 2017 nyaráig megpróbáljuk az összes pályázati felhívást megjelentetni erre a 7 éves időszakra. Ami azt jelenti, hogy több mint 12000 milliárd forint az, ami a hazánk rendelkezésére áll ebben az időszakban. Ebből a strukturális és beruházási alapoknak a keretösszeg az körülbelül 9000 milliárd forint lesz, úgyhogy ennyi pályázati felhívást, illetve ezeket a kereteket szeretnénk meghirdetni már a jövő év folyamán. 67 ezer diák vett részt országosan az idei Zrínyi és Gordius, azaz általános és középiskolások számára rendezett matematika versenyen. Komárom-Esztergom megyében több mint 2000 tanuló nevezett a versenyre, közülük a legjobb 134 érkezett ma délután Tatára, a Kőkuti iskolába, a díjkiosztó ünnepségre. Attól izgalmas a Zrínyi verseny, hogy egyrészt azért talán, mert tesztes, és jobban szeretik a gyerekek a tesztes versenyeket, nem szeretnek sokat bajlódni a feladatokkal.
Másrészt pedig, mivel nagyon nagy a nevezői létszám, tehát különböző összehasonlításokat lehet tenni, összehasonlíthatja a megyei diákokkal az eredményét, illetve országosan, sőt még határon túli eredmények is vannak, és a nagy létszám miatt el lehet csemegézni azon, hogy is állunk éppen iskolai, városi, országos szinten. A verseny nem kimondottan csak a tananyagra épül, hanem leginkább játékos, logikai feladatokat kapnak a gyerekek. Nagyon sokat rövid idő alatt kell megoldani. Ezeket a feladatokat gyakorló matematikusok állítják össze, és általában nagyon tetszik a gyerekeknek. Máshol is sokszor használjuk különböző alkalmakkor, és előkerülnek ezek a feladatok. Nagyon büszkék lehetünk a tata iskolákra. Az országos döntőbe jutott 13 tanuló közül az idén 7 tatai. A megye legeredményesebb általános iskolája pedig a Kőkuti Általános Iskola, úgyhogy azt hiszem, itt nálunk lesz nagy ünneplés az eredményhirdetés után. Tatai iskolákban már a legkisebbeket is biztatják, hogy induljanak a versenyen, készüljenek rá. Ugyanis második osztályosoknak kiírt egyéni és csapatverseny is van. Az én osztályom másodikos, 9 kisgyerek indult a versenyen, és hát elég sok munkánk van benne, ugyanis ez az első olyan matematikai verseny, amire én el tudtam indítani ugye a kicsiket. Minden reggel csütörtökönként bejártunk 0. órába, tanultunk, készültünk, átvettük a feladatokat, illetve otthonra is elküldtem, és szeretném megköszönni a szülőknek, mert nagyon sok munka van benne. Igazából az első feladatok még nem is olyan nehezek, tehát azt még sokkal könnyebben meg lehetett oldani. A végén már azért elég sokat kellett gondolkodni a válaszokon. Még nem érzik annyira a súlyát szerintem, hogy ez egy verseny. Tehát nyilván ez volt az első olyan szituáció, amikor versenyként kell ott szerepelniük, de még nem fogták úgy fel. És ez szerencse? Szerintem igen. Közös produkcióra készülnek március 20-án, virágvasárnapon, a Kenderke és Pötörke női táncosai. A hagyományos tánc a falusi kultúrában faluhossza járásnak nevezett rituáléval, a tavasz kezdetekor a most divatos kifejezéssel élve a női energiákat mozgósítják majd. Ennek az időszaknak a tánc hagyománya, idézőjelesen tánc hagyománya, a böjti karikázó tánctilalmi időszak volt, ami azt jelentette, hogy zenés táncmulatságot nem lehetett tartani, énekelni és böjtben karikázni, illetve faluhossza járásokat csinálni, az szabadott. Ez pedig kifejezetten a nőkhöz, kamaszlányokhoz, illetve a fiatal asszonyokhoz kapcsolódó népszokás volt. Minden a szabadba történik ilyenkor. A falu hossza járás azt jelenti, hogy a falu hosszán végig táncolnak többnyire bujbuj zöldággal, vagy egyéb hasonló játékokkal a leányok. Ezek a dalok amúgy mind az megújulásról szólnak, a zöldről, a virágokról, tehát a természet megújulásáról, és ezzel párhuzamosan mindig megjelenik valami módon a szerelem, illetve a kivirágzás, a kinyílás az emberi életben is. Tehát erről szól, és ez a jelentősége, azt gondolom. A böjti karikázót a két együttes összesen 100-120 női táncos adja majd elő a Kossuth téren, a virágvasárnap napi mise, illetve istentiszteletet követően 11 óra 15 perctől. Nem lesz semmi bonyolult koreográfiája, lehető legtermészetesebben készülünk ezt előadni. Tulajdonképpen nem is előadni, mert ez elsősorban annak lesz jó, aki részt vesz benne. Nem produkcióról van szó elsősorban, hanem mi lányok, asszonyok, saját magunk fogunk énekelni, és a saját magunk, és aki még megnéz, annak is az örömére. A néphagyományaink nagyon csodálatos erőforrásokat rejtenek, tartalmaznak. Együtt énekelni jó. Tegnap is, ma is, holnap is. És az éneknek, a dalnak olyan tisztító, lélektisztító ereje van, hogy aki részt vesz benne, meg aki hallja is, tudja. És ugye a természetnek is szüksége van a megújulásra, ugye az embernek is. Időnként megtisztulunk, megújulunk, és ez egy ilyen lehetőség. És pedagógusként is nekem az a feladatom, hogy olyan erőforrásokat mutassunk a gyerekeknek, olyan erőforrásokat kínáljunk, amik egész életük során tudják őket táplálni. És hát a
magyar népdal, a tánc, az egy ilyen erőforrás. Köszönjük figyelmüket! Március 7-én önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látták, amely programmal egy hét múlva jelentkezünk majd. További kellemes estét kívánunk, viszontlátásra!